mindenkit a mai napon, és köszönöm szépen a szervezőknek ezt a lehetőséget, hogy erről az egyetem történet szempontjából érdekes epizódról ma én beszélhetek. Ez az előadás, amit én ma el fogok mondani, ez nagy részt Pukánszky professzor úr kutatásain alapul. Tehát az, amiről ő beszélt részben a párhuzamos tanszékek, azzal meg én foglalkozom. Tehát itt van egy kicsit ilyen felemás dolog, de ilyen mester-tanítvány viszonyban azt gondolom, hogy ez belefér, és professzor úr tudja, hogy én most az ő forrásait fogom alapul venni. Nem csak az, de nyilván nagy részt azért igen. Nagyon sok minden hangzott itt el reggel óta Várkonyi Hildebrandról, az egyetem történetéről, a pszichológiai intézet történetéről. Azt gondolom, hogy hiányos lenne ez az előadás sorozat, hogyha a kerti iskola nem kerülne szóba, hiszen pedagógia történeti szempontból és pszichológia történeti szempontból is egy nagyon fontos epizódja ez Várkonyi életének is és az egyetem történetének is. Ugye első körben felraktam erre a diára azokat a legfontosabb előzményeket, amelyeket mindenképpen érdemes megemlíteni, kik írtak a kerti iskoláról. Nyilván ez a lista, ez nagyon maximálisan nem teljes. Viszont én is megemlítem, és fogom is még az előadás során ezt egy kicsit boncolgatni. Professzor úr már említette Dolh Erzsébetnek azt a doktori dolgozatát, amely a bölcsészkaron Várkonyi Hildebrand vezetésével született, ebből én idézeteket is fogok a kerti iskola kapcsán bemutatni. Természetesen ahhoz, hogy egy ilyen intézménynek a történetébe megfelelő módon beleláthassunk, és mivel ez szekundár forrásokban kevéssé került eddig feldolgozásra, néhányan írtunk róla, de igazából még mindig elsősorban a primár forrásokra tudunk támaszkodni. Én történészként azt gondolom, hogy mindig a primár forrásokra érdemes egyébként is támaszkodni, vagy hogyha egy új kutatást végzünk, amit már korábban bárki feltárt, egyébként én a polgáriskolai tanárképzés történetével foglalkozom, arról is írtak már a 70-es években egy monográfiát, de teljesen más ideológiai háttérrel íródott az, mint amit mondjuk most a 2010-es években lehet erről írni, és nyilván ehhez vissza kell menni a primár forrásokhoz. Ebben az esetben Dolh Erzsébet hagyatéka és az ebben megmaradt források azok, amelyekre támaszkodhatunk. Szerencsére ezek megvannak. Professzor úr még interjút is tudott készíteni Dolh Erzsébettel. Ebben magánlevelek, iskolai bizonyítványok, önéletrajzok szerepelnek, de van nagyon sok fénykép a kerti iskoláról is. Azt gondolom, hogy az, hogy ő ezeket a fényképeket egy fényképalbumba rendezve megőrizte, és egyébként feliratok vannak a fényképek alatt. Nagyon kedves, nagyon aranyos feliratok, hogy két kisgyerek, és aláír, vagy két ördög fióka, stb. Tehát, hogy látszik, hogy nagyon közel állt hozzá ez az intézmény, habár túl sok ideig nem dolgozott ott, de erre is mindjárt ki fogok térni. És a tanítványainak levelei, rajzai, amiket szintén megőrzött hosszú élete során. Tehát azt gondolom, hogy ha mi most a saját életünkbe belegondolunk, hogy mit tudnánk elővenni a 20 évvel ezelőtti emlékeinkből, amit mondjuk a hallgatóktól kaptunk, hát lehet, hogy olyan sok mindent nem, vagy én valószínűleg nem. Tehát nyilván neki ezek nagyon fontos elemek voltak. És ahhoz, hogy a kerti iskolára rá tudjak kanyarodni, nagyon-nagyon röviden, mert nem is témája az előadásnak, meg nem is akarok most ebbe ilyen mélyen belemenni, tényleg csak azért, hogy legyen erről is szó, hogy egyáltalán a reformpedagógia kialakulása az honnan datálható, ahogy szintén professzor úr visszautalva említette, hogy a reformpedagógia elemei azok sokkal korábbiak, mint amióta a reformpedagógiáról valójában, mint valamilyen folyamatról beszélhetünk. Hát ezt a hallgatóknak szoktam mondani, hogy nagyon szerencsések ezek a dátumok, mert nagyon könnyű megjegyezni, hogy 1900-ban jelenik meg Elenke és svéd tanítónő tollából a Gyermek évszázada című mű, amit valójában a pedagógia történetben mi a reformpedagógia első fontos művének, alapművének tartunk, hiszen Elenké itt a 20. század elején felveti azt a elgondolkodtató kérdést, hogy vajon a 20. században megváltozik-e a gyermek szerepe, megváltozik-e a gyermek jelentősége a társadalomban,
megváltozik-e, mert hogy szerintem meg kellene változnia az iskolarendszernek, az iskolának, a gyerekekhez való viszonyulásunknak, attitűdünknek, és a családban sokkal fontosabb szerepet kellene kapnia a gyermekeknek. A család az a harmónia tere legyen, amelyben a gyermekek felnőnek, fontosak a gyerekjogok, és szükség van egy új típusú nevelői magatartásra, és ebből következően, tehát nyilvánvalóan az iskolarendszer reformjára. Ellen Keynek ez a könyve, mely 2 év múlva németre kerül lefordítása, és onnan fog egy ilyen világhódító útra indulni. Ez a könyv, ez a mű, ez egy teljesen új fajta megközelítést jelent a neveléstörténetben, a nevelés tekintetében, hiszen egy korábban, főleg hazánkban, vagy Nyugat-Európában, ugye Magyarországon elsősorban német hatások érvényesülnek az oktatási rendszerünkben, úgy általában német szerzőket vesz be a neveléstörténet, a pedagógia, ezeket tanítja, ezek alapján működik az iskolarendszer. Ebben a poroszos rendszerben egy nagyon új, nagyon üde megközelítés ez a gyermekközpontúság, amire eddig azért kevéssé volt példa az iskolarendszerben. Hát Magyarországon, és természetesen nem csak itt, hanem ez egész Európában igaz, hogy először ezek az eszmék, ezek nem az állami vagy az egyházi oktatásban kapnak teret, hanem elsősorban magánintézményekben jelennek meg ezek az új eszmék. Ahogy ma is látjuk, hogy azok az alternatív vagy reformprogram alapján működő iskolák, amelyekben ma beirathatnánk a gyerekeinket, azok is döntően magán, alapítványi kézben, esetleg egyházi kézben lévő intézmények. Magyarországon erről már esett ma is szó, 1906 a Magyar Gyermektanulmányi Társaságnak a megalapítása, ami Nagy Lászlónak a nevéhez kapcsolódik. Egy fontos fordulópont annyiban, hogy habár Nagy László egyébként már az 1880-as évektől kezdődően fontosnak tartja a gyermektanulmánynak a térhódítását, a pedológiát egy olyan új megközelítésnek gondolja, amelyet mindenképpen be kell építeni, és minél közelebb kell hozni a magyar iskolához. Maga a szervezetnek a létrejötte, az nyilván az mindig, ugye én professzionalizáció történettel is foglalkozom, az a professzionalizációban is egy újabb lépés, egy szakma életében, tehát nyilván ez egy fontos dátum, de ugyanakkor, ami miatt ezt mindenképpen ide kellett tennem, az, hogy Várkonyi Hildebrand ennek a társaságnak társelnöke lesz, tehát így már jól látható, hogy az ő elképzelései, és ugye ahogy ez elhangzott korábban, tehát őt valójában majd Szegedre egy pedagógiai tanszék élére hívják, tehát nem egy lélektani tanszék élére, ebből majd ő fog lélektani tanszéket csinálni, és nagyon hamar át is neveződik pedagógiai lélektani tanszékre, de én láttam a pályázatot, és abban higgyék el, pedagógiai tanszék van. Tehát ő valójában arra jelentkezik, de már itt látszik, hogy őt a pszichológia nagyon érdekli, az empirikus kutatás nagyon érdekli, és ezt ekkor még kevéssé külön választva tudja elképzelni a pedagógiával, a neveléssel. Ez rendben van, és kik hatottak, milyen szerzők, külföldi reformpedagógusok hatottak a magyar megjelenő, 20. század elején megjelenő 3 reformiskolára. Hát lehetne még folytatni a sort. Ezek a szerzők, akiket itt kiemeltem, Dolch Erzsébet disszertációjában szerepelnek. Tehát ő ezeket a metódusokat, módszereket mutatja be, dolgozza fel a saját disszertációjában, és arra mutat rá, hogy például a Szegedi Kerti Iskolában ezek közül mit és hogyan vettek ők át Várkonyi Hildebranddal közösen. Mik ezek az új iskolák, amelyeket említettem? Ugye ebben az időszakban még a reformpedagógiát új pedagógiának és a reformiskolákat új iskoláknak nevezték. 3 iskoláról beszélhetünk, amelyek ebben az időszakban működtek. 2 az új iskola és a családiskola, mind a 2 1915-ben kezdte meg a működését. Mind a 2 a budai hegyekben működött, hiszen nagyon fontos eleme a reformpedagógiáknak, mindegyiknek egyébként kivétel nélkül a természet közelebb hozása. Tehát az embert, a gyermeket egy olyan
Declorynak van egy ilyen elmélete, hogy a globalizáló nevelés egy olyan rendszerben próbálja meg fejleszteni, amelyben a gyermek, és nyilván majd az abból felnövekvő felnőtt, a természettel együtt, a természet változásait követve dolgozza fel a tananyagot. Igazából, ha a mai általános iskolára gondolunk, főleg az alsó tagozatra, akkor ott is azt látjuk, hogy adott hónapban nyilván az ősz című verset, ezt jó esetben nem májusban szoktuk olvasni, hanem nagy valószínűséggel ősszel kerül sorra, és amikor mondjuk valamilyen rajz vagy technika órán valamit előállítunk, akkor az is általában kapcsolódik vagy ahhoz az ünnephez, ami a közelben van, vagy ahhoz a hónaphoz, vagy valamilyen esemény évfordulójához. Tehát ez a fajta szemlélet, ez a reformiskolákban jelenik meg először, és nagy mértékben, és az, hogy ezek a reformiskolák egytől egyig teljesen tudatosan egy nagyon szép természeti környezetben igyekeznek gyökeret verni, ez nem véletlen. Tehát ez nem azért van, mert az fontos volt, hogy ez egy budai villa legyen, vagy a szegedi Tiszapart, hanem ennek a természet közelisége a lényeg. Egyébként majd fogok képet mutatni arról is, hogy nagyon gyakran mind a három iskolában ki is mentek az osztálytermekből a természetbe, és ott tanultak, tehát jó időben akár kiköltözött az iskola az udvarra. A többször elhangzott már ma például Domonkosnél Lölbach Emma neve, a családi iskolát Müller Márta vezette, és a kerti iskola alapítója pedig Várkonyi Hildebrand volt. Talán az még nem hangzott el, vagy nem volt elég hangsúlyos, ha elhangzott, hogy Várkonyi Hildebrand ezt a magániskolát, ezt a saját költségén működtette. Ez szintén ma meglepő, mert a mai egyetemi tanári fizetésekből nehezen lehetne a szegedi Tiszaparton egy magániskolát fönntartani, de most nem akarok ebbe az irányba elmenni. De azt gondolom, hogy önmagában már ebből is azért érezhető azt, hogy ő ezt mennyire tekintette a saját küldetésének is ezt a kísérleti iskolát. Ez egyébként hivatalosan is a pszichológiai lélektani, pszichológiai, pedagógiai pszichológiai intézetnek a kísérleti iskolája volt. És Dolk Erzsébet neve ugye már szintén felmerült többször is, ő tulajdonképpen az ő élettörténete az egy nagyon érdekes történet, és professzor úr már szintén utalt erre, hiszen ő az Állami Polgáriskolai Tanárképző Főiskolán kezd majd eltanulni, és innen fog az útja a kerti iskola felé kanyarodni. De még mielőtt erre rátérnénk, még annyit szeretnék itt kiemelni, azzal kapcsolatban, hogy már korábban volt arról szó, hogy milyen sokat írt Várkonyi. Egy Várkonyi nagyon termékeny szerző volt, sok tanulmányt írt. Hát például a Cselekvés iskolája című folyóiratban, ami ebben a korszakban szinte minden polgáriskolába eljutott, egy nagyon nagy hatású folyóirat volt, az új pedagógiának az egyik népszerűsítő orgánuma. Csak ebben a folyóiratban 37 tanulmányt publikált Várkonyi. Erről egyébként korábban egy hallgatóm TDK, OTDK-n is szerepelt ezzel a kutatásával, ő megnézte mind a 37 tanulmányt is, hogy miket gondolt bizonyos pedagógiai jelenségekről Várkonyi. Tehát jól látszik, hogy ő azért a pszichológusi szerepe mellett az iskolához közvetlenül kapcsolódni kívánó szakemberként képzelte el magát, és nagyon igyekezett az ő tudását és az empirikus kutatásainak az eredményeit is bevinni minél hamarabb az iskola falai közé. 1936-ban jön létre ez a bizonyos kerti iskola, a vezetőjévé Dolk Erzsébetet nevezi ki. Itt látszik is a képen, ott maga Dolk Erzsébet van két gyerkőccel. Ez a Tárogató utcában van ez a ház, ma is áll. Aki esetleg Újszegeden arra jár, érdemes megnézni. Ma egy család lakik benne, tehát egy családi házként működik szerintem. Nem biztos, hogy tudják, hogy hol laknak. Dolk Erzsébet, tehát 1906-ban született, 2002-ig élt, tehát látszik, hogy nagyon szép, hosszú, tartalmas életet élt, amit nem szerepel a dián, de fontos azt gondolom megjegyezni, hogy egyébként, mert nagyon illik a korhoz, ők hatan voltak testvérek, és a három fiú testvérek közül az egyik jogász lett, a másik érettségi után elesett a háborúban, a harmadik pedig orvos, és a két lány testvére pedig mind a kettő tanítónő lett, tehát hogy egy adott társadalmi rétegből származó családban a fiú gyerekek azok nagyrészt egyetemben gondolkodnak,
a továbbtanulást, a lánygyerekeknél pedig a tanítóképző maximum a polgáriskolai tanárság volt, ami karrierútnak tűnt. Ugye Dolk Erzsébet esetében ez is valósul meg, 1928-ban, amikor Szegedre kerül az Állami Polgáriskolai Tanárképző Főiskola, akkor ő az első évben, már az első szegedi évben hallgató. Egyébként a 4 éves képzés végén ő fogja mondani a beszédet is, a búcsú beszédet, mert olyan magyar-német szakos egyébként, olyan jó tanulmány eredménnyel végzi el a főiskolát, nyilván egyébként is egy közéleti ember lehetett, hogy őt kérik fel erre. És szintén elhangzott már ma, hogy ezeknek a hallgatóknak át kellett hallgatniuk az egyetemre. Igen, erről írtam egy könyvet tavaly, de ez így zárójelbe jegyzem meg, tehát én ezzel foglalkoztam valójában az áthallgatás kérdésével, kiknél milyen órákat vettek fel, stb. Várkonyi Hildebrand egy nagyon népszerű előadó volt, nagyon sok hallgató vett fel nála órát, és Dolk Erzsébet is így lett az ő gyakornoka, és ugye a Dolk Erzsébet életút ezért is érdekes, mert ő tanítóképezdéből jött a polgáriskolai tanárképzőbe, tehát érettségi nélkül lett doktorátusa. Tehát ugye ebben az időszakban erre is volt lehetőség. Ugye milyen jó hír látom, itt van, aki örül ennek, hogy régen volt ilyen, hogy igen, tehát ilyet is lehetett. És ugye az Aponyi Kollégiumot is elvégezte, ez a tanítóképző intézeti tanárképző volt. És tehát ilyen előzmények, előzetes tudás és előzetes kapcsolatok okán került ő a kerti iskola élére. Itt van ez a bizonyos disszertáció, amit Dolk Erzsébet 1938-ban beadott. Előtte egyébként volt hospitálni Lölbach-Emma új iskolájában, és azokat a tapasztalatokat, amiket ott szerzett, azokat nagyon nagy mértékben beépítette, sokszor tovább gondolta, sokszor egyes részleteket elvetett, például az írás tanításban nem volt teljesen ugyanaz a metódus a reformiskolákban, de nagyon, nagyon pozitív hatása volt ennek a hospitálásnak, hiszen látta, hogy van erre egyrészt egy van kereslet, tehát van az a polgári társadalmi réteg, aki nagyon szívesen iratja ide a gyermekeit. Ez egy ilyen közhely, már a pedagógia történetben nem biztos, hogy mindenki ezt itt tudja, hogy az új iskola tanítványa vagy diákja volt Göncz Árpád is például. Tehát, hogy vannak olyan tanítványok, akik egyébként büszkén emlékeztek vissza ezekre az időkre, hogy ők itt tanulhattak. Az ideális tanulót milyennek képzelték el ebben a kerti iskolában? Ugye egy idézett Dolk Erzsébet disszertációjából, akik testben és lélekben egészségesek, gyakorlatiasság, tudomány és művészi készség tekintetében kiválóak, melegen éreznek, világosan és élesen gondolkodnak, és végül bátran és erősen akarnak. Tehát ez volt az az ideális gyermek. Tehát itt nyoma nincs a oroszos nevelés által elvárt alázatnak, például tekintélytiszteletnek, stb. Tehát ezek nem kerülnek szóba, ez egy teljesen másfajta nevelési végcélt feltételez, tehát a gyermeket egy teljesen másféle lelkiállapotú és személyiségű ideát képzel el a gyermekről, mint mondjuk a poroszos nevelés. És ugye a kézimunka fontossága, szükségessége, ami még szintén megjelenik a disszertációban, és hát miért kerti iskola? Nagyon nagy szerepe volt a pedagógiában a kertnek, a kertben való tevékenykedésnek, ez szolidaritás érzését, a mi érzését is tudta könnyebben elérhetővé, átélhetővé tenni, és ez az első kép, ez értelemszerűen nem a kerti iskolából való, hanem a második kép való a kerti iskolából. Az első kép az egy német állami iskolában készült, tehát az a, ha ilyen egy dián kellene bemutatni a különbséget mondjuk a két iskolatípus között, akkor azt mondhatjuk, hogy az elsőben a természetet visszük be az osztályterembe, másodikban meg az osztálytermet visszük ki a természetbe. Tehát vajon melyik a pragmatikusabb, a mélyebben beépülő, a saját empirikus élményeken alapuló tudás, ez amikor megnézzünk egy virágot egy képen, hát ezt mind átéltük szerintem éveken keresztül, a szerencsésebbeket talán kivitték a kertbe is, de melyik az, amelyik jobban megmarad bennünk és élményszerűbbé teszi a tanulást? Nyilván az, hogyha a gyerekeket visszük ki a
kertbe. Az iskolában hasonlóan egyébként a másik két budai intézményhez volt egy ilyen ideális társadalom, is, afelé is próbálták a gyerekeket terelni. Mindenkinek volt egy szerepe, ez egyébként havonta változott, hogy kinek milyen szerepe van. Itt a bírótól a figyelmeztető, a különböző tisztségek, a sorbaállító, tisztaságfelügyelő, egészségügyőr, stb. Ezeket a tisztségeket töltötték be, és ők találták ki a szabályokat, tehát nyilván ez is segített abban, hogy elfogadják és könnyebben betartsák őket. Az ideális pedagógus kép szintén a disszertáció alapján türelmes és derűs, soha nem ad teret a saját érzelmeinek, akármennyire is, hiszen az veszélyeztethetné a nevelési cél elérését. Például aki nem tud lekicsinylő megbotránkozásának gátat vetni, az valóságon kitermeli a kis bűnösöket, vagy nem mondhatjuk azt, hogy belőled úgysem lesz semmi. Itt a képen egy olyan diáktól kapott levél található, amelyet Dolk Erzsébet tanítónéninek címzett Berta Piroska, és ugye írja, hogy én nagyon sajnálom a tanítónénit, ugye amikor majd elmegy 1942-ben, nem, de, és nem, 38-ban, bocsánat, mert 36 és 40 között működik a kerti iskola. Szerencsésen elutazott el, nem lett a semmi baja. Az én részemről nagyon hiányzik a kedves tanítónéni, ezért tiszta szívemből fogadnánk, ha visszajönne hozzánk. Ugye ő két év után azért hagyja majd ott a kerti iskolát, mert nem olyan a fizetés, amit Várkonyi Hildebrand fizetni tud, ami mondjuk versenyképes lenne egy tanítóképzőintézeti tanári fizetéssel, tehát így ő nagyon szomorúan 38-ban elhagyja az intézményt. Maga az iskola 40-ig működik, ugye ez is többször elhangzott, hogy 40-ben Várkonyi Hildebrand visszamegy majd, vagy hát elmegy Kolozsvára az újra alakuló egyetemmel. És összegzésként annyit szeretnék elmondani, hogy Várkonyi Hildebrand hatása a pedagógia területén is nagyon jelentős, tehát nem csak a pszichológia az, ami őt nagyon fontos személynek tartja a saját történetében, hanem a pedagógia történet is. Fontos, hogy ő egy olyan kísérleti iskolát hozott létre Szegeden, amitől Szeged tulajdonképpen felkerült ebben a tekintetben a térképre. Ez az iskola, ez a saját gyakorlati tapasztalatai alapján gyakorlatba átültetve működött. Fontos, hogy a Dolk Erzsébet disszertációját részletesen megvizsgálva, erre itt most nem tértem ki, a katolikus szellem és a modern didaktika ötvözete jelenik meg a sorai között, tehát benne van ez a Várkonyinak a katolikus bencés szerzetesi attitűdje is a didaktikában is, és ugye sajnos az intézmény nem élt meg hosszú időt, de ennek ellenére nagyon sok diák járt, ezt szerintem látszott is a fotókon, folyamatosan nőtt a diákoknak a száma, tehát valószínűleg ez egy hosszabb kifutású intézmény lehetett volna, hogyha itt a történelmi viharai ezt nem akadályozzák meg. Köszönöm szépen a figyelmet!